Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a Budapest Telivan faluval podcast a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös sorozata. Én Bolyár Iván András vagyok. Mai vendégem Sali Naémi, várostörténész, gasztrotörténész, Budapest múltjának szerelmese, a Nagy Budapest törzsasztal prominense, nagyon örülök, hogy itt vagy a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a azt, meghívást. Azt a kérdést szoktam föltenni ilyenkor, hogy neked melyik a falud, de hát ezt majdnem mindenki tudja, neked a Tabán a falud. Bizony. Mióta vagy a Tabánba? Hát 1956. június 10-e óta már háromnapos voltam, még hohaza hazavittek a Margit kórházból. <síns> <síns> A Leginkább az érdekel, hogy a tabán az egy, egy, egy fikció. Nyilván van egy jelenkori tabán is. De ami az igazi szellemét adja, az teljesen, hogy mondjam, igaz, imaginárius szól, azt, azt el kell képzelni. De mennyire tudod bejárni a régi tabánnak az utcáit? Elég jól. Elég jól, hát most már annyit foglalkoztam vele, hogy most már azért én fölismerem a gyep között a sétautak vonalában is a régi utcák egy részét, ha bár nem teljesen fedik le a mai sétautak a régi utcanyam vonalakat, de vannak utcanevek, amelyek annak ellenére léteznek, hogy utca már valójában nincs, hogy házak ott már nincsenek, úgyhogy a Hadnagy utca vagy a Kereszt utca, ezek a Hadnagy utcán van egy ház, az a Ráczfürdő. Igen. De a Kereszt utcán egyetlen ház sincs, csak ott van az a kereszt, ami a nevét adta, és amit egyébként senki sem szokott tudni. De az, hogy a Tamáni autópálya lánykori neve Árok utca, ezt egészen biztosan nem tudja szinte senki. A, ahogy a Krisztina körút véget ér, ugye a valamikori házzal, onnantól az Erzsébet híd hídfőjéig ott nincs semmi, az volt az Árok utca, mert ott folyik a föld alatt az ördögárok, amiről szerintem az emberek jó része nem tudja, hogy a lába alatt folydogál. Úgyhogy ilyenek vannak, és hát a, a tabánnak azért van egy mai élete, és a régi életből is néhány ház még azért pislákol, néhány házban még ott az élet, vagy visszatér bele az élet, úgyhogy nem lehet teljesen eltemetni bennünket. És mennyire fájlalott, hogy nincs ez a régi tabán Hát ez egy nehéz ügy, mert a, a, fénykorában még élő régi tabánt, a filoxéra előtti régi tabánt, azt én visszasírom. Az 1880-as évek közepéig tartó tabánt, vagy végéig tartó tabánt, azt visszasírom, mert akkor a tabán egy ilyen szentendreszerű, peckes kis mezőváros volt, a borvidék, rangos kereskedők, rangosgangos gangos szőlősgazdák, karbantartott házak, iskola, nagy közösségi élet, minden, amit akarsz. Na most ennek a filoxéra vett véget, és akkor utána következik hát egy körülbelül 50 év rettentő mélyrepülés, amiben a főváros is nagyon vétkes és, és nagyon felelős, de hát ők meg ugye akkor már a századfordulói nagy Gründerzeit korszakában inkább egy olyan fajta fejlesztésre gondoltak, ami Pesthez tette volna a Sollatosá Budát, és akkor kitaláltak először holmi villa negyedet, hogy majd az lesz ott a nyomor telep helyén, aztán még jobb ötletük támadt, hogy majd akkor fürdő negyedet fognak oda építeni és akkor ezt rendre akadályozzák mindenféle tényezők, de a tabániak már azt tudják, hogy őket ki fogják sajátítani, hogy őket már halára ítélte a főváros, tehát nem költenek a házaikra. Tehát meg amúgy se telne nekik, mert ugye a szőlőnek vége van, abból élt mindenki és akkor a főváros meg úgy gondolkozik, hogy hát most már úgyis mindjárt lebontom ezt az egészet a vérbe, akkor most már ezeknek csináljak én kövezetet, ezeknek csinálja közvilágítást, ezeknek adja közbiztonságot, hát a túrót, hát minél gyorsabban pusztul annál jobb. És annál kevesebbet kell majd kárpotlásként fizetni a kisajátítandó házak tulajdonosainak. És akkor Hát ennek a kettőnek az összjátékából lesz aztán az, hogy tényleg a 20-as évek végére, a 30-asok elejére már valóban egy patkányfészek, egy nyomortelep, egy borzalom lesz a tabán, azt én már nem sírom vissza. De hát ez egy olyasság volt, ez egy, ez egy összeesküvés volt a Tabánnal szemben, hogy, hogy ahelyett, hogy megpróbálták volna életbe tartani, csak gyorsították a pusztulását. Valóban azt olvastam, hogy a Tabán létéhez hozzátartozott, hogy tulajdonképpen az is magyarázta, hogy a hajóhíd, ami körülbelül ott a tiházatok környéki már, vagy attól egy picit éjszakabbra volt, ugye az nagy forgalmat vonzott, és ezért akik nem akartak már éjszaka átmenni, a, vagy nem lehetett éjszaka átmenni a, a Dunán, azokat a a tabánban lévő fogadókban szálltak meg, és azokat a kocsmákat töltötték meg, és aztán amikor a Lánchíd megépült, akkor ez még tartott egy darabig, de amikor már az alagút is elkészült, akkor már senki nem ment arra. Ez egész pontosan így van, igen. Hát olyan hosszú folyamat és nagyon sok nagy szög van a mikoporsónkban. Mert ugye egyszer van az 1810-es nagy tűzvész. Aha. az úgy lenullázza a tabánt, hogy akkor a körülbelül becsült érték, de körülbelül 800 ból 40 marad állva. Ma is annyi van. Oh. Akkor újjáépül. És akkor lesz belőle egy ilyen elég daliás valami, ami hát mondom, mm. egy ilyen szentendreszerű dolog. Nagyon jó kis házakkal. Ilyenekből lehet látni még ma, ugye ilyen a Szemlőhelysz Múzeum épülete, a Szarvasház épülete, meg nálunk a Döbrente utcában van még három-négy ilyen ebből a korból való jó kis ház. Na ez van tízbe. Utána 38-ba csak bejön az árvíz hozzánk is, ha nem is annyira, mint amennyire Pestet letarolja, de azért mind a két templomban ér a víz, szóval az, az se volt egy Igen. tréfa dolog. Akkor utána 1849-ben jön az ostrom és akkor átmegy a honvéd sereg átgázol a tabánon. Az se tett neki jót. Hú, meg el, lőnek jobbról, lőnek, lőnek balról. Hát hogy a fenében? Hát, hát, a Buda, persze. Hát Csak Buda azt hittem, hogy ezt az észak-nyugati hát ezt a Kristina város felől, Igen. na de hát ez ebből a tabán nem tud kimaradni. Igen. Hát nem, nem, tud. Akkor oké, ez meg volt. Akkor közben ugyanabban az évben 1849-ben a Lánchida, amit mondasz. Hogy a tabánnak ez a központi átkelőhelyi szerepehez megszűnik. Akkor 1853-tól már átjárható az alagút, ami még akkor nincsen kész, mert még tíz évig szütjögnek vele, de már átjárható, tehát akkor nagyon frankó, átjárnak. Akkor 1864-ben jön a déli vaspálya. A déli vaspályáról te azt hinnéd, hogy az Franco mert összeköt minket a nagyvilággal? Hát a nagy büdös túrót, mert annak az indóháza, az ott van az én volt iskolámtól, a Szilágyi Gimnáziumtól, mit tudom én, 200 méterre. M Mészáros utca végén A valami. pálya utca végén, pálya ami utca attól végén. pálya utca, Igen. Mészáros utca is mellette, majdnem párhuzamosan a pálya utca, az attól pálya. És hát ugye ott egy vasúti töltés van, még nincs az, meg az a híd vasúti töltés, és akkor azon kell átmenni ökörvontatású, megrakott boros hordókkal, megrakott szekerekkel, miközben 30 jön a vonat. Hát egy életveszedelem. Uh -huh. Hát akinek nincs közvetlen dolga a tavámba, az mindenképpen inkább megkerüli a Krisztina város felől, ugye ott a mai alkotás utca felé, inkább arra megy csak, hogy ne kelljen, mert 30 jön a vonat. Tehát borzasztó. Igen. És akkor ugye ez van 1864-ben, akkor, akkor van még közben gazdasági válság, meg háború, meg minden Európában 70-es évek végén, és akkor jön 84-85-ben jön a filoxéra. Igen. Az két év alatt lenuláz a Buda megélhetését. És aztán utána már csak még az van, hogy akkor a filoxéra után a szőlős gazdák eladják a fügyeiket, akkor jön a pesti spekuláns, és remek ötletei vannak, hogy mit ültessen ő abba a földbe. Ázott. És akkor persze, és akkor a kiépül a lánymányos kisgelért egy felső Krisztina, és a tabán vegetál. A tabán az nem jut egyről a kettőre, mert hogy halnak éhen. És aztán, akkor mi van még? Hát akkor ugye van első világháború, akkor közben ugye a szerencsétlen tamániak egyszerűen megélhetési bűnözőként kezdenek kiskocsmákat nyitni, nagyobb számban kis vendéglőket nyitni, mert hogy miből éljenek. Igen. És akkor van olyan fotó, ahol látod a kocsma bejáratánál, hogy a első osztályú Jászberényi borok. Hát az berényi borok, hát borzasztó. <gül> <gül> Tehát ugye, mert az, a filoxéra a homokon nem tud Igen. megtelepedni, ott megdöglik Igen, a Igen. filoxéra állat, megdöglik a homokba, úgyhogy ezért akkor ugye felledül a alföldi szőlőművelés, és akkor alföldi borokkal próbálkoznak. És akkor terjed el ez, hogy mert a tabán a budai rinszing. Hát a francokat. Egyébként, ha darabra megnézed, még a tízes években is, hogy hány utca és hány tér van a Tabánban, és ahhoz képest hány kocsma. Most már nem emlékszem a számokra, mert most nem készültem erre, hogy ez most jusson pontosan eszembe. De ugyanabban az időben megnézed Józsefvárost, hogy hány utca, hány tér, hány kocsma, és az arányok egy az egybe ugyanazok. Tehát, hogy itt arányaiban nem volt több. Csak hogy népszerű volt, meg már volt Erzsébet híd, akkor át lehetett jönni villamossal, akkor mindenki szerette, hogy akkor átjövünk, két megálló átjövünk a zöldbe. Meg ott talán, hogy a, a hirtelen felnővő nagyváros mellett ez a falusias, kisvárosias jelleg, ez hát ugye Krúdinál és Márainál is a nosztalgikusan írnak ennek a léptékéről, meg életformájáról, talán ez is benne volt. Hát benne van persze, hát azért a megnézett Budapestet a századfordulón, vagy akár amit tudom én, a 30-as évekig is, ide mindenki úgy jön valahonnan. Igen. Hát nézd meg a nyugat első nagy nemzedékét, hát lámpással kell keresned benne egy budapesti születésűt, Mert mindenki valahonnét jön. És Krúdi is, amikor megérkezik Budapestre ilyen 18-20 éves útja gyerekként, akkor ő az elvesztett nyíregyházáját keresi, és találja is meg a Józsefvárosban. Az, hogy aztán utána majd a terézvárosi kuplerályok hogy fogják őt beszépantani, ez egy másik történet, de amikor megérkezik, akkor ő ezt a falusias kis világot keresi, és ezt akkor még nem kunszt megtalálni Budapesten. És akkor ugye nagyon hirtelen nő a város, akkor ez a kőrengeteg, ez a büdösség, ez a, 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 a sűrű, a, 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 egyszerűen elviselhetetlen teher az emberen, a, ha nem ebbe született, akkor ezt nagyon nehéz kibírni, ezt utálja. És akkor át lehet jönni Budára. És akkor itt van kis vendéglő, meg orgona illat, meg kutyaugatás, meg kakas, meg nem tudom, a tabámba kecske még a 20-as években is. Valójában én ezt változatban hiányolom ebből a városból. Nagyon jó lesne, hogyha lenne valahol ez a, ez a kisvárosi, vagy csendes lépték. Mondjuk Budafokon például ott azért van egy-két utca, csak ez a fajta, hogy mondjam, milyen vendéglátás ez a, az ott a hegyoldalban, oldalban oldalba, nem. Hát egyre messzebb nem kell menni érte. Egyre messzebb. Igen. Ez nagyon izgalmas, ez hogy hogy a különböző korok hogyan viszonyulnak a múlthoz. Most ő, már ott tartunk, hogy a, ez a bizonyos hirtelen megszülető nagyváros az, ami a nosztalgia tárgya, és az, az vonz bennünket ez a fajta gründercejt időszak. Legink, vagy sok, sok szöveget találtam ebben a kapcsolatban. Mit gondolsz a jelenkornak a, a gründercejtje, legalábbis mondjuk az elmúlt 25-30 év, ami azért erősen nyomot hagyott Budapest arcán, mennyire lesz nosztalgikus elem? Ennek azért elég sok ága van ennek a mostani Zsünderzeitnek, mert ugye az egyik ága az az, hogy hogy a, a városnak ezeket a szégyenfoltjait, ezeket megsemmisítjük, megszüntetjük, és akkor beletesszük a modernitást, és akkor az nekünk nagyon jó lesz, ugye erre az én kedvenc példám a Korvin negyed, de hát még ilyet lehet azért találni kisebb szigetekben a városban elég sokat. És akkor, hát erről én azt gondolom, hogy, hogy nem jól van ez így, mert ezek az épületek sokkal rövidebb ideig lesznek szavatosak, mint azok, amiket lemondottak, mert azok azért hát düledeztek, mert nem Tartották őket üledeztek, mert nem volt felújítás, mert az IKV barmalásai után végképp a senki földje lett ezekből a negyedekből. De hát azért ezek használható házak voltak, és minden bizonyal sokkal kisebb anyagi ráfordítással lehetett volna ezekből lakható dolgokat csinálni, csak az a kérdés, hogy ki vállalta volna mert ugye a, a mohó befektető, amelyik a profit maximalizálásra hajt, ő nyilván nem látott ezekben fantáziát, mármint a felújításukban nem látott fantáziát. Ugye annak idején persze Anna nagyon sokat foglalkozott a zsidó negyed revitalizációjának a lehetőségeivel, és neki nagyszerű ötletei volt, voltak arra, hogy hogy lehetne ezeket a házakat megújítani, a lakásokat korszerűsíteni, micsoda remek dolog lenne, hogyha ezeket a régi belső udvari átjáró rendszereket, ezeket szabadon átjárhatóvá tennénk, ugye ennek az volt a lényege, hogy, hogy rendes szabály követő zsidó, a szombaton, mikor beáll a, beáll a szombat, onnantól kezdve ő egy napig nem léphet ki az utcára. Viszont a házak udvarába bent volt egy csomó üzlet, műhely, mindenféle szolgáltatás, és ő az udvarokon keresztül eljutott mindenhová, anélkül, hogy szabályszeged volna, mert az utcára, na oda, hát oda a világ el lépett ki. De hát ilyen csodálatos átjáró labirintus volt ezekben a a régi Erzsébet városi kis utcákban. Tehát az annának erre lettek volna ötletei, csak hát ehhez kellett volna olyan befektető, vagy olyan főváros akkor, vagy nem tudom, aki ebben fantáziát lát, és ezt, ezt akkor megcsinálja jól. Na most hát ehhez képest nem ez történik, hanem az történik, hogy ezekbe a fokhíjakba betüremkedik egy, egy silány modernitás. Mert ha jó türemkedne be, akkor azt mondom, hogy frankó. Tehát olyan etalom, mint a Reimholz Péter vári háza, hát olyat itten lámpással se találunk. Hát itt minden egyes téglán mögött van egy gondolatszó, szóval hát az, az, az annyira aprólékosan végig Hát az egy csodálatos érteni. ház, egy gyönyörű ház, az egy nagyszerű <coughs> példája annak, hogy lehetne így. Ingen. Lehetne, tehát lehetne igényesen, lehetne alázattal, lehetne szeretettel, lehetne, lehetne, nem, nem ez történik. Hát most csak nézzük meg, hogy a nap hegyel mi, mi megy most. Igen. hogy a naphegyen sorra bontják le ezeket a két-három emeletes, kedves, szép, régi részben bérházakat, részben bérvillákat, és a helyükre betüremkednek olyan borzalmas társas házak, hogy egyszerűen minden régi naphegy is fejhangon üvölt már a gondolatuktól, én is egyébként tabániként is elborzadva figyelem, hogy mi történik, de hát ugye itt az önkormányzatnak nincs beleszólása, a kormányhivatal kiadja az engedélyeket, azt akkor szevasz. Tehát ugye ez az egyik vonalami van. A másik, másik, vonal, az, ha lehet, az, az, még rosszabb, amikor nem is csak házakról beszélünk, hanem, hanem komplett negyedeknek a teljes, sőt, műemlék együtteseknek a teljes eldozerolása. Ennek a legborzalmasabb példája a Vágóhíd. Hát ami a Vágóhiddal történt, az szerintem egy világbotrány, Igen. az egy katasztrófa. Igen, és majd a következő, lesz Kőbánya, a Sörgyár borzalmas állapotban van. Hát szóval, és, és egy fantasztikus épület. Igen, és olyan lehetőségek vannak ezekben a házakban. Most erre azért van, prób vagy voltak próbálkozások, mert azért tudtak csinálni uh, loftlakásokat a malmokból, Igen. ott a Soroksári út elején. Tehát, hogy lehetne ezt is, lehetne, lehetne, jó lehetne elegánsan, lehetne jövedelmezően. De de a dózer van helyette, ami ugye szörnyű környezetpusztítással jár maga a bontás, és ennél sokkal nagyobb baj, hogy mekkorával fog járni majd azoknak az épületeknek a bontása, amiket most a helyükre raknak. Igen. Hát, hogy hosszú távon. Hát, az talán már nem lesz. Szóval, addigra a világ annyit fog változni fejben szerintem, hogy hogy még egy ilyen kört nem bír el a... Hát jó, de hova rakják azt még a, a sítettet? Hát, el... hát ezek össze fognak dőlni, mert ezeket a házakat nem száz évre tervezik. Igen. Hát ezek össze fognak hát dőlni. Hát műszakilag ezek borzasztó sok, ezek a nagyon, sajnos túl sokáig eltartanak, tehát ezeket szétszedni, nagy energia, nagy munka, de, de esztétikailag, meg funkcionálisan valóban hamarabbulnak. Igen, és hát rondák és igénytelenek építészetileg nem tesznek hozzá a város De az igazán semmit. Még azért egy pillanatra térjünk vissza a Tabánhoz, hogy legyen valami kis idilli is ebben a beszélgetésben újra. Van egy um, szép írásunk, ott légézett a Tabáni reggel, amit reggeli. reggeli igen, és Pál András olvasa fel. Ott Géza, Tabáni reggeli. Ahol a nagy híd nekifut a hegynek, és a városi villamos simpárjai ilyetten térnek jobbra-balra, a püspök felemelt kőkarja alatt az autóbusz is új lélegzetet vesz a hegyi útkaptatójához. kaptatójához. Azt másan átkapcsol, és egy pillanatra kinézünk az ablakán. Üres telket látunk, melyet hóborít. Ezen a helyen állott az Erzsébet híd kávéház. Barátom felén fordult, a szeme csillogni kezd. Tudom, mit akar mondani. Egy régi farsangi kora reggel jut az eszünkbe. Emlékszem, emlékszem, már nem tudod a végét. De minek a végét? Nem esett itt semmilyen tréfa, semmilyen csattanós, mókás történet, csiklandozó furcsaság. Csak azon nevettünk most, hogy egyszer mennyit nevettünk itt. Reketre nevettük magunkat egyszer. Kékre vált arccal döltünk a falnak, fuldokoltunk, alig bírtunk hazamenni. A hídon is meg-megálltunk, olyan ellenállhatatlanul mulatságos volt, hogy élünk. Természetesen nevettünk Gyula is, barátom Rokonán, aki vidékről jött fel a farsangra fehér képű kislányával. De akkor is nevettünk volna, ha Gyula bácsi a világon sincs. Egy bál után reggel hét óra körül zajos társasággal kísértük őket szállásuk felé Budára. Ilyenkor igen nehéz szétoszlani, abba hagyni az éjszakát. Az Erzsébet híd kávéház előtt megálltunk. A tükörablak mögött frissen borotvált úri emberek reggeliztek, megfontoltan kenegették kifliükre a vajat. Térjünk be még ide! Gyulabácsi bácsi szemöldöke felszaladt a homlokára. Micsoda gondolat, egy kávéházba? A kislány sápadtan pislogott apjára. Az anya egyetlen pillantást vetett csak az urára, és Gyula bácsi dühösen vágta fejét a szügyébe. Megfordult, berobogott az ajtó. Magába süppedve ült a bársony pamlagon elfelejtkeztünk róla, csak a végén lettünk megint figyelmesek rá. A fizető pincérrel vitatkozott. Mi ez? kérdezte. Hát ez? Hát ez? Újjával a számla tételeit bögdöste. Két tojás pohárban lehelte a főpincér. Micsoda? csattant fel Gyula bácsi. Maga nekem 52 fillért számít két híg tojásért? Minnyáján feléjük fordultunk. Gyula bácsi az asztalra csapott. Rablók! kiáltotta. Barátom felállt, odalépett. Igazad van, Gyula mondta. Ez árdrágítás, üldözendő. Elfogjuk intézni a dolgot. Tudomására hozzuk az egészet Kovácsovszki őméltóságának. Kovácsovszki igazságos ember, de szigorú. Légy nyugodt, Gyula bácsi. ez a kávéház el fog tűnni a föld színéről. Itt kőkövön nem marad. Gyula bácsi kelletlenül dörmögött. Kovácsovszki egyébként a kémia professzorunk volt, egy bandzsító idős tudós, akinek az előadásain a hallgatóság még aludni is unt. Sok-sok év telt el. Gyula bácsi a nyáron ismét fent járt a fővárosban, s a barátom nem állta meg, hogy el ne vigye a döbrentei térre. Látod, mutatott rá a napra forgókkal övezett üres házhelyre. Lebontották a kávéházat, amiatt a dolog miatt. Ne bolondozz, hördült fel Gyula bácsi de az öccsének meg se rezzent a pillája. Gyula bácsi végül lesütötte a szemét, és bizonytalan hangon motyogta maga elé. Ez a Kovácsowski, Ez a Kovácsowski. Hát ez már majdnem csattanója lehetne a történetkének, de ahogy a barátom elmesélte, nem nevetett egyikünk sem. Fene tudja miért, inkább elszomorodtunk. Mit tudsz te erről a kávéházról? hiszen te magad Döbrentei téri vagy. Döbrentei utcai vagyok. Döbrentei utcai. De hát igen. Általában mindenki nagyon elszokott támélkodni, mikor meglátnak olyan fényképet vagy képes lapot, ahol a hajdani Döbrentei tér látszik, aminek az akkori nyugati térfala, az három gyönyörű bérpalotával volt ékes. Ott, ahol most a hegyalja út fölmegy, Igen. ott volt három állatian szép ház. Az egyik, az talán Cigler tervezés volt, a másik, most már nem tudom, a harmadik pedig az az én papám idősebb Francsek Imre, aki oh. a közmunkatanácsnak volt a főmérnöke, Na és hát, az is. a ház, az a közmunkatanács székházaként épül, uh -huh. úgyhogy az első emeleten voltak a közmunkatanácsok, az irodái munkaszobái tervezőmérnökök ott dolgoztak, és a többi része az pedig lakás volt, amit ugyanúgy bérbe lehetett venni. De nem abban, hanem a házsornak a legdélibb, tehát a, a sarki házában ott volt az Erzsébet hit kávéház, ami egy elegáns, szép, abszolút ilyen méltóságosok kávéháza volt, és hát a régi Erzsébet híd is gyönyörű, a régi döbrentei tér maga gyönyörű, azt is részben a Papa tervezte, és szerintem kicsit túlspiláztam mert már annyi vizet rakott oda, amennyi, ja, amennyit már kút és... semmi nem diktálja, a jó semmiképp se diktálja, mert ugye a Gellért hegy oldalába oda tették a vízesést, a téren volt egy szökőkút, és az egésznek a végébe folyt a duna, tehát szóval, hogy így a... de hát szép volt, és főleg... Ja, mikor már... Van egy fotó, a Gellért szobortól, hogyha jól emlékszem, amit tényleg csodálatos. Persze, nagyon sok kép van, és egy nagyon szép, nagyon szép, igényes, gyönyörű park volt ott. Na most ez az egész dolog itt ezzel a három palotával, meg a Döbrente utcának azzal a ház sorával, amelyben most én is lakom, ugye ez úgy, úgy van, hogy hát így az Egyesített Főváros nagyon kihúzza magát, és akkor valakinek eszébe jut mondjuk a Lánchidról végighordozni tekintetét ezen a panorámán délfelé, és azt állapítja meg, hogy az egyik oldalon paloták, a másik oldalon kunyhók, azokhoz képest mindenképpen szóval ezek az ilyen egy-két emeletes, vagy földszintes és egyemeletes kis házak, amelyek az akkori Dunapartot ott ékesítették, és akkor kitalálták, hogy ez így nem jó, hanem hogy legyen szimmetrikus a városkép, és hogy akkor a budai partra is olyan nagy házakat kell építeni, mint amilyenek a pesti oldalon vannak. És akkor kisajátították a Döbrentei utca páros oldalának a házait, kártalanították a tulajdonosokat, lebontották az egész szakramentumot, és akkor Hausmann Alajos például maga, magának épított egy házat rögtön a mai Döbrentei utca tizet, meg egy földbirtokos barátjának, akinek a számára a csalai építette annak idején Kégyű Györgynek, építi azt a házat, amiben én lakom, akkor a Döbrentei utca hatnak az építetője, az a Rácsfürdő tulajdonos családja, a Nepomuk János és az ő fia. Úgyhogy hát szóval ilyen, és akkor a méltóságosok fognak oda költözni, úgyhogy nem tudom én, egy kicsit lejjebb ott a 20 számok környékén a Arkányi Béla báró, aki van minden bárósága mellett akadémikus csillag Ház. Szóval ilyen, ilyen, háztulajdonosok sorakoznak ott szépen. És akkor, hát ez a felső középosztályi réteg költözik oda, ezek a javarészt keresztény úri emberek, bár a mi házunknak is vannak zsidó nagypolgár lakói, úgyhogy sose kizárólagos semmi, az Budapestben nagyon jó. És a nagyon magasrangú jogászemberek, magasrangú katonatisztek, akkor mit tudom én, az én házamban akik egy darabig a Jeronimi aki a minisztersége és számos érdeme mellett a budapesti rakpartok kiépítésének az atya. Hát én borzasztó hálás vagyok neki. Szóval a nagyon hát csodálatos figurák. És a Döbrentei téri három bérpalotába is ilyen fejek költöznek. És akkor nagyon érdekes, hogy azt a három házat egyáltalában nem a tabánbontása kapcsán hiszen ezek már mind századfordulós, Igen. és semmi közük nincsen ahhoz a rohadó, szerencsétlen, nyomorult, megrogyott, Igen. megalázott tabánhoz, hanem egyszerűen teleg spekulációs okokból bontják le még a háború előtt. Mennyi időt álltak ezek a házak? Pár évtizedet összesen? Hát a pár évtizedet, de azért ezek szerintem már a 90-es évek legvéget századforduló környékén épülnek azok a házak, mind a három. Úgyhogy hát végül is 40 évet körülbelül, de 40 évet álltak, de hát állhatnának még, még azon, hogy is állhatnának, egy... és milyen jó lenne, ha állnának. Nyilván műszakilag kibírnák. A közösségi média az, az olyan, mint egy ilyen ablak, így kicsit bele lehet látni a te életedbe is azon keresztül. Ma reggel is posztolta a felhőkről egy... Hát a felhők voltak ma reggel, őrület volt. Igen, és ez nagyon jó, hogy nem vagyok a Dunaparton, de hát ugye ott van a legfantasztikusabb természeti látvány, ahol te laksz, és akkor ilyen időnként kap, nyerek valami képet arról, hogy éppen mi történik Budapesttel, vagy Budapest fölött. Az égen. Ők, mint egy tűztoronyba az őr. Nézem, egy, hogy nem ége valami. Egy kicsit ezt szerettem volna megkérdezni, mert ugye arról is szoktunk értesülni, hogy mikor van a befőzés nálad, meg egyébek, tehát a fontos dolgokról azért mindig tud az ember, de hogy mondjuk egy, egy napod, hogy néz ki? Mert ugye, hát azért mellette te időről időre nem csak lekvárokat állítasz elő, hanem könyveket is, és ugye azok is megszületnek valahogy. Igen, hát a, a, egy átlagos nap, amikor nem haj, hajszol engem senki semmire, akkor az úgy néz ki, hogy a boldog, szabad nyugger, aki most már három éve vagyok én, azt csinálok, amit akarok. Úgyhogy reggel magamtól fölébredek. És akkor, ahogy a szegedi népnyelv mondja, körülbírálom magamat, <gül> <gül> és azt állapítom meg, hogy egy szabad ember fekszik itt. És akkor még fektem be, megpróbálok következtetni a napállásából arra, hogy vajon hány óra lehet, kelljek, ne kelljek, és hogy mit fogok ma csinálni egész nap. Ezeket átgondolva kelek, akkor ugye a reggeli szertartásaimon túlesem ez abból áll, hogy kávé dűtök az arcomba. Hát így megülem a fajanszot, zuhanyozok, felőtözöm. És akkor már ugye eldőlt még az ágyban, hogy például van-e otthon enni való, az elég-e és mire. Ha nem, akkor el kell mennem piacra. És akkor Hol van a piac? elmegyek. Hát én a Fehérvári úti piacra járok, oh. ami nekem ugye négy megálló vagy öt megálló a villamossal, és... Oda én akkor szoktam át a nagycsarnokból, amikor a Ferenc József hírat felújították, és levó, édes fiam, zárva az a híd, és akkor ilyen csúszós deszkákon kellett átkecmeregni, és rájöttem, hogy tiszta hülye vagyok, rajta maradok a villamoson, elmegyek a Fehérváriról. Na most hát ennek máján, ugye 30, nem tudom hány éve volt, már nem emlékszem, hogy hányban volt a szabadság itt felújítása, de én akkor oda átszoktam, és most nagyon szíves, jó viszonyban vagyok ott az egy részével, és tehát oda megyek sákmányt szerezni. És ott van nagyon kiváló gyergyói sajtos, meg van kitűnő hentes, meg vannak jó zöldségesek, meg van olcsóság, meg drágaság, lehet választani, és legfölül pedig ott vannak a nagyon jó ö, ilyen etetőhelyek, ahova az egész műegyetem is kajálni jár, és akkor ott is most már egészen szofisztikált minden mentestől kezdve a sült finom húsok a kínain át, és a kitűnő halas, tehát, hogy így mi, lángosos, minden van, amit akarsz. Na, úgyhogy akkor ott a zsákmány utamra elindulok, betárazok, hazamegyek, főzök, vagy betárazok, vettem valami kész kaját, hazamegyek, megeszem. És akkor, akkor leülök dolgozni, akkor megválaszolom az e-mailjeimet, akkor, akkor elkezdek, elkezdek folytatni valami, megkezdett munkát. Eh, akkor Miközben azt csinálom, akkor időnként ugye az úgy van, tudod, hogy a, a rezgő, orcimpájú és farkincájú vadász ebb fúrja magát előre a susnyásban, és akkor ugye rátapasztja orrát a nemes vad véres csapájára, amit követnie kell, de jobbra pillant, és egy még langyos nyúlfészek balra pillant, és egy zsenge fácán csibeverdes a szárnyacskáival. Na most ugye jó vadász -e, ilyenkor, nem emeli el az orrát a véres csapáról, de megjegyzi, hogy ezek hol voltak. És akkor azokra később vissza lehet térni, és akkor kiderül, hogy azokból még egy cikk, vagy még egy könyv, aha, vagy valami aha. lesz, vagy egyszerűen megtudtam valamit mondjuk Budapestről, vagy valami helyről, amit tőlem, akkor tök boldog vagyok. Úgyhogy a kutatás az nagyon jó, mert azért az, az, az a, a nem egy unalmas dolog. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Bennem van egy ilyen nyomozói hajlam, és ez lehet, hogy egy ilyen atavizmus, mert az egyik uh, dédapám Budapest uh, leghosszabb ideig szolgáló rendőrtisztje volt, aki Na még Tajsz elek korában kezdi Pest szolgálatában, majd Budapest szolgálatában a 30-as évekbe fejezi be, és a leghosszabb időn keresztül szolgáló uh, rendőrtiszt volt, aki egyebek között megfogta papakosztát a híres kaszafúrót gratulálok ki, innen Tud a meg. stúdióból. Tud meg, ugye, tehát szóval, na, úgyhogy ez is benne van nekem. Volt ács, ősöm, molnár, ősöm, késes mester, ősöm, építész, ősöm, rendőr, ősöm. És akkor, hát ezek ugye mind... És mind budapestiek voltak? Hát az 1860-70-es éve, évektől akkor. kezdve érkeznek meg. Van, aki már sokkal korábban itt van, de mondjuk mindenki akkorra jön meg, úgyhogy mikor a nagy, nagy felfutás van, akkor már itt van mindenki. Igen. Na és akkor napomra visszatérve, tehát akkor ezzel telik az idő, akkor délután van, hogy valaki jön, van, hogy én valahova megyek, akkor kiállítás van, az lehet délelőtt is, hogy valami kiállítás megnyitó, vagy nem tudom, valami van, akkor oda elmegyek. És akkor, ugyanígy, akkor nagyon korán szoktam ebédelni, és nagyon korán szoktam vacsorázni, úgyhogy már hat óra körül, már akkor már ott a konyhában, és akkor utána már, nem eszem, csak legfőjebb almát, vagy mit tudom én, valami gyümölcsöt. És, és mit csinálok még? Ezt csinálom, elpakolok, elpakolok a konyhámra, különösen háklis vagyok, én nálam a nem tudok konyhában rumli keletkezni, mert hát egy ilyen rendes, kedves, régi típusú, amilyenbe én nevelkedtem, ugyanolyan a konyha, csak hogy én ilyen megátalkodott üstét mosogató vagyok, és hogyha megszáradt, akkor el is rakom rögtön, úgyhogy ott reggel csak a kávés részém és a kiskanalam vár. Na, az, az nagyon megnyugtató, hogy ilyen, <gül> <gül> ilyen rendben vagy rendfogadja az ember. <laughs> Egyébként a kutatás, ezt be lehet fejezni? Nekem sajnos az sokszor az a tapasztalatom, hogy elkezdek kutatni, és egyszerűen még mindig nyílnak olyan terei, amik az embernek hajlamos lenne végig menni, de hát szóval, hogy mindig szerte ágaznak. Hát szerte persze, ez a dolog. Hogy zárod le? Ágazanak szerte. Hát a létező legjobb múzsa ugye az a határidő és akkor a határidőt azt úgy kell, hogy ezt ne én szabjam, mert akkor az rugalmassá válik hirtelen, Igen. hanem valaki más szabja meg azt a határidőt, és hogyha van határidő, az jó, mert akkor ott le kell zárni valahogyan a dolgokat, és akkor azt kell mondani, hogy most akkor itt ennyi idő alatt ekkora erőbefektetéssel ezt, erre a célra ezt lehetett csinálni. De hát nagyon sokszor van, hogy hogy kigombolódik. Tehát mondom, ezek az ilyen fácánsibék és nyúlfiak, ezek azért ott ott vannak, és Igen. akkor ezekből elindulnak újabb dolgok. Most például pont egy ilyen történik történt, hogy a lágymányos megalapításának és fejlesztésének a korai története, ez egy nagyon érdekes tárgy, amiről fogok én tartani a kellenföldi könyvtárban egy előadást, és akkor a Budapest folyóiratban még annak idején egyszer kaptam egy borzasztóan érdekes ö, emlékiratot egy nagyon kedves ismerőstől, akinek a ö, nagypapája Megír, aki az egész életét a lágymányosan élte le, megírta az emlékiratait, és ennek egy fejezete foglalkozik, vagy egy része foglalkozik a lágymányosi nábobbal. Még mielőtt a nábobot elmondod, lehet, hogy most a történelmi pillanat, hogy megtudom végre. Mi az a mány, ami lágy? Tehát, hogy lágymányos, valami lágy, én, ugye ez egy ilyen mocsaras rész, vagy nem igen, tudom, az igen. Gondol, gond, nem tudom. Hogy... Nem tudom, én sem tudom, hogy mi az a mány. Annyira, na nagyon ilyen. De miközben kutál, van és... ilyen település név igen. is, hogy mány, úgyhogy ez valószínűleg jelent valamit valami. ős magyarul, de nem tudom. Nagyon na szóval érdekes, igen. Bocsáss meg. Na szóval, és akkor, hogy ott szerepelt a, egy kutlánya. János nevű igen derék férfiú, és most nem mesélem el a történetét, mert majd azt elmesélem meg, remélhetőleg meg is fogom írni. De akkor ezt a, az emlékirat részletet a Budapestben lehoztuk, és akkor én hozzátettem szögletes zárójelbe még dolgokat, amiket nem a bácsi írt le, hanem én szedtem ki akkor a korabeli lapokból, és akkor ott azok elég hiteles információk a kutlánya borzasztó fiatalon azzal ö, válik ismert legalábbis az építő iparnak a világában, hogy ő rakja össze a koronázási dombot. Aha. Kubikus legény, kubikus legény, de egy szervező zseni, és ő csinálja meg, és két héttel a mondott határidő előtt kész van a koronázó Ez domb, a mai Széchenyi téren van, vagy főnövá? Ami vár... a, Ez a Széchenyi téren, téren, igen. És ö, na és akkor hát ő minden filérén borzasztó olcsón földeket vásárol föl a lánymányosom, mert fölismeri, hogy ott majd nagy fejlődés várható, és amikor az tényleg el is jön, akkor ő belőle milliómos lesz, és virilis polgár, és törvényhatósági bizottsági tag, és minden, amit akarsz, miközben egy szinte írástudatlan tudatlan emberről mm. beszélünk. És akkor most az a boldogság ért engem, hogy elkezdtem újra nézni, mert azóta rengeteg új dolog fölkerült az arkánumra, és akkor elkezdtem újra nézni, hogy még mit írnak a kutlányáról. És megtalálom őt a Cvikli András lakásában szoborképében. És a Cvikli András az egy csodálatos nemesítő volt, aki a Gellérthegyi Őszibarack termesztést a szőlők pusztulása után bevezeti, fővirágoztatja, tehát ugye abban az időben így a gyümölcskertészet veszi át egy darabig a szőlők helyét a külső területeken, hát sasad, ugye sasadi barack fogalom volt még a mi gyerekkorunkban miközben, meg ma már nincs, mert ott van őrmező. Szóval, hogy a, 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 a Cvikli András, és hogy ez, ők annyira jóba voltak a kutlányával, hogy amikor 938-ban meghalt a Cvikli András is, akkor van róla egy ilyen budai hír, a Buda és vidéke, mit tudom én, valamelyik ilyen budai labba, van róla egy megemlékezés, ahol a szerző leírja ezt, hogy és a kutlányáról volt neki egy szobra, ahol ő talicskával kubikusként van megjelenítve. Hm. És akkor Hát erre én azonnal kiírtam a Facebookra, hogy a buborékom népének, ami egy jó nagy buborék, hogy nem tud-e valaki kapcsot a Cikli András leszármazottaihoz. Én ismerek Cviklt. Na most hát, de a nekem... Nemzeti galériában. Ne, nem a művészet történész, és nem a bárhogy. szó, szóval, igen, a cvikliek ezerféleképpen írják a nevüket. Azt, hogy a művészet rokona -e volt, rokona volt-e ennek az én gyümölcskertészemnek, ezt most még nem tudom. De egy perc alatt bejelentkezett a Fehér Béla írógasszó történész kedves igen. cimbora, akinek telefonszáma van a Németországban élőre származottakhoz, és öt perc múlva kiderült, hogy nem csak, hogy telefonszám meg hagyaték meg fényképek meg minden, és majd jönnek tavasszal, és lehet a ciklit kutatni, hanem megvan a szobor. Kint van Németországban Csodás. kutlánya Jánosról készült szobor és már a Béla kezdett azon tovább agyalni, hogy a, a család úgy tudja, hogy Pásztor Jánosnak az alkotása, aki egy jelentős szobrász, és akivel jóba volt állítólag a Cvikli, de lehet, hogy ez talán a kutlánya is jóba volt vele. És a Béla mondja, hogy hát hiszen Szegeden ott van a vásárhelyi szobor, és a lábánál egy kubikos. És akkor így Aha, lehet, Na hogy most modell, tehát... oda kell nekem mennem Szegedre, Amarosan, és lefotóznom, mert a kalap árnyékától nem látom rendesen az arcát. Igen. De a kutlányáról van egy újságrajz a Magyar Szalon című világlapból, ahonnan van neki egy fiatalkori arca, és akkor meg lehetne állapítani, hogy vajon ő volt-e a modellje a vásárhelyi szobron, a kubikusnak, a pásztor keze alatt. Hát szóval, hogy nem Fantastici. kell megőrülni, hát meg de, kell őrülni. Hát gyönyörű, hát gyönyörű. Úgyhogy itt ott lapult nekem a nyúlfi, és lehet, hogy hogy ez annyi lesz ez az anyag, hogyha tényleg hozzáférek a cvikli hagyatékhoz, hogy ebből megint lehet csinálni egy könyvet, és akkor ez a lágymányos gyümölcsészet, akkor ugye Enzgézával kell akkor összeborulnom, hogy az ő ősei ott a Kertészeti uh -huh. Egyetem a Vincelér iskola alapításával, hogy e, ahogy ez hogy volt. Na, hát szóval á, gyönyörű dolgok jönnek elő állandóan. Igen, állandóan előjönnek, hát ez, ez a dolguk. Mélységes mély a múltnak kutya. Üm és tényleg fantasztikus dolgok jönnek elő belőle, sokféle Budapest van. A te Budapested egy derűs Budapest, legalábbis ahogy olvastam részben a, akár a gasztronó, gasztronómiai témák is, de mondjuk ezek a város történetek csupa igyekvő ember, mind akar valamit csinálni. Van-e ez a természetedből jön, vagy ez egy tudatos választás, hogy a hőseid azok általában ilyen alkotó emberek? Hát mindenki az volt. Az egész családban mindenki haz volt, mindenki mindig csinált valamit lehetőleg értelmes dolgokat csináltak, és akkor persze hát nálunk is megvannak a fekete bárányok, meg megvannak a mindenféle tragédiák részben, saját baromságok következtében részben a történelem viharai miatt, de hát ezekből az emberek valahogy mindig ezek az én embereim, az én őseim, ezek mindig fölálltak, mindig csináltak valamit. Volt egy ilyen mondat a családban, ami ami nekem fontos lett, és amióta elkezdtem hangosabban mondogatni, azóta mindenki mindig nagyon hálás érte, és boldogan fölismeri a mélységét és a hasznát, az úgy hangzott, hogy polgárfiam az az ember, aki hozzárak a világhoz. É. Hát és akkor így. És akkor ebből már jön az is, hogy hogy egyfajta öntudattal, mert hogy az a világ, amihez hozzátesz, arról van valamilyen képe, valamilyen véleménye. Igen. Tehát itt már lassan eljutunk a szitoljánig, aki annyira... Hát mindenképpen igen, igen, igen. És hát az én őseim azok mint polgárok voltak, vagy hát nagyon hosszú időre visszamenőleg legalábbis polgárok. Vannak mindenféle szélsőségesen más figurák is, ilyen arisztokrata izé is van az egyik szálon, meg ilyen nagyon, nagyon alacsony, sorsú, szegény, de még azok is ilyen kétkezi emberek. Fűdműves az nem volt, amit én őszintén sajnálok. Kisbirtokosok voltak, de olyan igazi paraszt ember azt hiszem nem. Úgyhogy az én városi létezésemet nyilván ez befolyásolja, hogy, hogy az egész család valahogyan városokhoz kötődött. És akkor mindenhol az volt a, a feladat, hogy a saját gyarapodáson túl az valami haszna legyen az ember létének, vagy életének, vagy mit tudom én szóval. De hogy nem a gyarapodás az egyes számú cél, hanem a gyarapítás. Én, ha jól tudom, te hívő vagy, és templomba járó. Hát a templomba járás az több, mint sarkos. Ez így nem. Tehát én egy ilyen úgy szoktam meghatározni ezt még, mikor ilyen egyházi személyekkel beszélgetek erről, hogy én egy ilyen nyájszélen ődöngő fekete birka vagyok, aki hát hívőnek hívő igen, de hogy a nyájakba tartozás, az tőlem mindig is nagyon idegen volt, úgyhogy én semmilyen nyájba nem, nem szerettem, és nem, nem szoktam tartozni. Ez, azol, ez alól egyetlen kivétel az a kórus, ahol 40 évig énekeltem, de az egy más, teljesen más szabályrendszer. Úgyhogy én lehetőleg akkor megyek, hogyha nincs ott senki rajtam kívül, és az egyháztól a mai formájában az én katolikus egyházamtól, amelybe elvileg tartoznék, attól most már olyan mértékben idegenkedem és elhatárolódom, hogy, hogy nem vállalok vele közösséget. Ami nem jelenti azt, hogy én ne lennék nagyon-nagyon szívélyes jó viszonyba a Bakony Béli és szerzetesekkel, akik között hát mondhatom, hogy, hogy barátom is van, a János testvér, aki nem mellesleg egy kiváló szépíró, de hát a többiekkel is, és amikor megyek, akkor mindig nagyon boldogan megöleljük egymást, és jó tudunk beszélgetni, és nagyon, -nagyon nagyon szeretem őket, és akkor ugyanígy vagyok jobb a ciszterci apácákkal is, akiknek a mezőgazdasági bizniszét szoktam föllendíteni, amikor Szent Imre búcsú vagy karácsony előtt elkezdik árusítani az egész évben szorvos méhecskeként készített lekváriaikat és mézeiket és szörpjeiket, akkor ebbe én segítek nekik, hogy akkor találjanak vevőre ezek a portékák, és és nagyon jókat tudok ott is beszélgetni egy-kettejükkel. Tehát őket én nagyon szeretem, de az, az egyházat, mint hatalmi struktúrát azt nem bírom elviselni, és a mostani formájában pedig, ahogy a mostani egyház viszonyul a mostani hatalomhoz, hát én ettől sugárba hányok. Igen, ezt gondoltam, mert hogy általában is, hogyha. Ugye a hagyományos, nem is tudom, társadalmi szereposztás szerint, hogyha valaki, az egy, nem tudom én, mondjuk a, a, a keresztény törzshöz tartozik, akkor idegenkedves, sőt, sokszor elutasítóan viszonyul másokhoz. Tehát az, hogy van, van mondjuk Buda, egy budai keresztény középosztálybeli esetében egy némi szalon antiszemitizmus szinte elvárt. Legalábbis hagyományosan, ez bizást mondhatom, mint anyai ágon, budai keresztény középosztálybeli ember, de hogy te benned van egy általános ilyen, nem is tudom, humanista attitűd, tehát hogy te ezeket mindig nagyon keményen levágod, ezeket a, az ilyen fajta megnyilvánulásokat. Hát le, de tiszta Ennek az egyik oka az, hogy az én őseim között is azért ott ugye minden van, mint a bucsúba, úgyhogy nem csak, hogy mindenféle foglalkozású, hanem mindenféle nemzetiségű, mindenféle hovatartozású, és mindenféle vallási felekezet is szerepel, szerintem helyesen, mert én így Budapestet elég jól meg tudom jeleníteni a magam személyében. Úgyhogy én nekem vannak német őseim, vannak túltőseim, van még befigyel valami horvát, vagy bunyebác, vagy valami ilyen ág is az olyan messze van, hogy még azt nem tudom pontosan, még nem derítettem föl, de ilyen Gergács Vlasics, ilyen nevű szereplők ott a sali férfiak oldalán és akkor van egy zsidó ág, pont ennek a rendőrtisztét papának a felesége, a Spic Mária, akinek a szülei Spitz Jakab és Frankl Róza laknak alsó kubinban a felvidéken, és hát még ott is majd kell kutatnom, hogy mit lehet róluk közelebb itt tudni, hogy kik voltak, mivel foglalkoztak, ezt még egyelőre nem tudom, ezt egy szlovák honlap jó voltából sikerült kideríteni, hogy, hogy hová valósíak voltak ők, mert ezt a család nem tudta, tehát amikor összeházasodt Délapával akkor Spitzmária katolizált, és onnantól kezdve elkenték ezeket az ősöket, akik azonban megvoltak, meg megvannak, és én nagyon szeretnék majd még kutatni ezzel kapcsolatban. Na most még vett hozzá mindehez, hogy a, a francsek nagypapa aki építész volt, és aki a Széchenyi fürdő bővítésének a tervezője, tehát az egész a népfürdő és a strand, ami a szabadtéri része ma a Széchenyinek, ami szerintem elég szép, azt, azt az én nagypapám tervezte. Na most ő 929-ben... testvére lakott ebben az épületben. Na tessék. Mert a, a, a fürdi fürdi igazgatója volt Na. egy időben, amikor a 30 es hát évek ott vége a felé. szolgálati lakás. Igen. Ott... igen. És akkor nagypapa különböző okokból tönkre megy, ezt most ne feszegessük. Lényeg az, hogy ő neki szabályosan el kell menekülni Budapestről, és akkor elmegy először Isztambulba, majd onnan Iránba, és akkor a nagyanyám az anyával, meg a két lányjal, akik ekkor 7 és 5 évesek, utána megy, és anyám Teheránban járja az összes iskoláját a francia apácáknál, a mindenféle nemzetiségű osztálytársak között egy sík muszlim környezetben. Majd mikor a nagyapát a gulágra hurcolják egy vasútépítkezésről az oroszok, és akkor ott ő el is tűnik úgy, hogy nem fog hazajönni soha, akkor ők majd hazajönnek. Na most ugye én anyám anyámtól meg egyáltalán a családi nőktől, Egyrészt azt hallottam, hogy szépen jó hely hogy nekik voltak muszlim ismerőseik, barátaik, barátnőik a lányoknak, hogy akkor ott az iskolába, ott az örménytől a nem tudom még, a Dánig mindenféle, és perzsa kislányok is, akiket beadtak, a felvilágosult perzsák beadtak a francia nyelvű iskolába a katolikus nővérekhez és amikor én nyolc éves vagyok, akkor a anyám elment négy évre Indonéziába külszolgálatra. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor ez, ez hogy jött be, mert ez borzasztó érdekes, hogy a hatvanas években valaki hosszú időre elmegy. Hát ez úgy jött be, hogy ugye közben apám rádiós, anyám mikor hazajönnek Teheránból, Egyedül, akkor valahogy szintén a rádióba bekerül, ott összeszerelmesednek apámmal. Akkor végigcsinálják a háborút közben, apám a hadi tudósítóként kint van a fronton, és ő a megszállt Kijevben a Magyar Rádió parancsnoka. És akkor a Bokros érdemeire tekintettel, meg azért ismerő, nagyon sikeres antifasiszta ellenálló volt, ezért őt a felszabadult Budapestről az oroszok azonnal elviszik. Elviszik, hát mert hogyha az egyik diktatúra ellenő hatékonyan tudott küzdeni, akkor a másik oh. ellen is fog, és a papa egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy amit ő Kievbe megismert a sztálinizmusból, az, az az borzalmas, és hogy az ellen ugyanúgy kell küzdeni, mint a Hitler ellen. Tehát ezt papa látta, és, és, és hirdette is. Na szóval ő egy veszélyes csávó volt, és akkor emiatt elvitték. Na és akkor itthon maradtunk, vagy hát maradtak, akkor még én nem vagyok sehol, itthon maradtak, és akkor kivárta anyám azt a tíz évet, amíg apám onnan hazajött, közben a bátyám tíz évesre fölcseperedett, mert ő már csak azután született, hogy apánkat elurcolták. És akkor 55-ben jött haza, tíz év után a papa a gulágról, 56-ban megszülettem én, és 58-ban ő meghalt és akkor anyám ott állt a semmi közepén, a öt nyelv tudásának a birtokában. És hát ezt egy darabig nem volt szabad mondani, hogy ő tud franciául, meg angolul, mert az nagyon gyanús volt, de aztán már a 60-as években ilyen külkereskedelmi vállalatoknál dolgozott, mint idegen nyelvű levelező, de hát egy fizetésből tartott el négyünket, és akkor ez már nem lehetett, ezt már nem lehetett tovább, és akkor bement a külügybe, hogy ők kimenne külszolgálatra és akkor mondták neki, hogy itt van ez a remek zsakartai állás, ez azért nagyon jó, mert a kettővel ezelőtti titkárnő az egy olyan trópusi fertőző betegsége jött haza, hogy azóta Lászlóba fekszik vigyázfekvésbe, a másik előtt pedig az megőrült, úgyhogy itt ez, ez egy nagyon kiválónak kínál, kínálkozó állás. Mire anyám mondta, hogy ő egy iszlámországban nevelkedett, a trópus bírja, köszöni szépen, úgyhogy akkor most ő menne. De minket nem engedtek vele, a bátyám akkor már akkor volt engem, meg nyilván azért, mert csak. Úgyhogy az egy elég nehéz időszak volt, de hát mama végcsi nagyon jól, még nagyon szerette Dzsakartába és nagyon jól érezte ott magát. Úgyhogy én nekem ez, hogy valaki más színű, más vallású, más nyelvű, más képfőz, hát szóval, na hát big deal. És aztán az egész életemet onnantól, amikor már volt annyi pénzem, hogy tudtam utazni, és akkor nagy utakat is tettem, hát hátizsák, naná, na, hát ilyen hátizsák, és májkonzerv, és youth hostel, és interrail, és mit tudom én, de hát szóval jártam olyan helyein a világnak, amik azért nem nem mindig könnyűek, úgyhogy voltam Indiában, voltam kétszer is Algériában, akkor még ugye nem volt ilyen veszélyes hely, mint most. Voltam az Egyesült Államokban két barátommal partól partig, voltam Dél-Amerikában egy hátizsákkal hat hét alatt a tűzföldtől az egyenlítőig, voltam Kenyában. Szóval, hogy én nekem így, hogy most akkor milyen színe van, hát most kit izgat, hát most érted, vagy milyen vallású, hát addig, ameddig ő engem nem akar leszúrni, az én más vallású vagyok, engem ugyan nem fog zavarni ez. Sose felejtem anyámat, mentünk egyszer a, a utcai zsidó temető előtt, mentünk el, hazafelé, a Farkasrétről, a Döbrenteibe, sokszor volt, hogyha jó idő volt, lementünk gyalog. Ez egy elég hosszú séta, de jó. Igen, jó. És akkor nyitva volt az ajtaja a Csőrszutcai kis Mindig temetőnek, zárva. ahol soha, korábban, Igen. nem lehetett oda bevenni, és visszanéztünk mamival, és bementünk. Én lehettem ilyen kilenc éves forma. És ott volt egy ilyen nagyon furcsa temető, ugye hát a héber betű sírkövek, én soha életemben korábban ilyet nem láttam. Kérdem anyámtól, mi ez? Azt mondja, ez egy zsidó temető. Kérdem anyámat. Te ma, én hallottam már ezt a szót, de hát abszolút nem <laughs> foglalkoztunk Igen. soha ezzel. Mondom neki, ami mi, mi az, hogy zsidó? Azt mondja erre, másképp imádkoznak, mint mi. Erre én. És Isten is másik van nekik? Erre, mami. Isten őriz, de hogy? Hát, ja, Isten az ugyanaz. Na, és akkor itt nekem ez kilenc éves koromban helyre lett éve a fejembe, azt azóta nem gondolkozom ezen, hogy mi van. Tehát, hát Isten ugyanaz, hát persze. Ha szabad ide betennék egy, egy szöveget, Kertész Imre Budapest egy fölösleges vallomás című szövege, amit a Kertész Imre Intézet hozzájárulásával tudunk most leadni, Gazsó György előadásában. Kertész Imre Budapest egy fölösleges vallomás. Valóban ideje, hogy tisztázzam kapcsolatomat a várossal, amelyben 68 éve élek, és amelyet egyre kevésbé ismerek és hogy a vállalkozásnak idegen ösztönzésre, a Zeit magazin felkérésére vágok neki, azt nagyon is előnyösnek érzem. Szabad vagyok tehát, nem köt az egysíkú valóság, amit honfitársaim percenként az orrom alá dörgölnének. Leírok például egy utcát, amelyből lassan a kietlenség jeges lehelete csap fel, akár egy kép kegyetlen fényben álló dermet város részében húzódna, sonfitársaim tüstént elkiáltják magukat. Ho, ho rá ismerünk, hiszen ez a Munkácsi utca. De hol itt a fűszerüzlet, az a bizonyos második emeleti ablakpárkány, ahol mindig friss muskát livirít, No meg a szomszédok játékos pulikutyája a kertben, amely olyan mulatságos hűhót csap minden délelőtt, mikor becsönget a postás. Bizony, ez a három motívum történetesen éppen hiányzik az én ceruza rajzomról. De van rajta mondjuk három másik, ami viszont polgártársaimnak kerüli el rendre a figyelmét. Vagyis, és erre szeretnék kiukadni, a valóság sem egyéb, mint képzeletünk terméke, és hiába lakunk egyazon ingatlanon, egyazon helyrajzi szám alatt, én, így tűnik, más házban más városban élek, mint amelyben a szomszédaim élnek. Így hát az én saját egyéni Budapestemről fognak itt hallani, amely mindinkább a fantáziámba, az emlékeimbe húzódik vissza. A valódi Budapest igazi ábrázata? Mi dolgom azzal? Kivándorló vagyok, aki évtizedek óta elmulasztja beszerezni úti okmányait, viszont attól is óvakodik, hogy mélyebb gyökeret eredszen a városban, hiszen bármikor beállíthat papírosaival a postás. Azt hiszem, ennél találóban alig ha jellemezhetném viszonyomat a várossal, de talán magával az élettel sem. Mit sajnálnék itt hagyni, ha egy napon mégis somagolnom kellene? Ha megpróbálok ennél a kérdésnél elidőzni, talán közelebb férkőzhetem a titokhoz, amely a születés véletlene után a tudatos vagy tudattalan választásaink sorozatában rejlik. Sajnálnám mindenek előtt a tájat, hogy úgy mondjam Budapestet, mint természetet. Aki ide megérkezik és óvakodik attól, hogy bárkivel is szóba álljon, vagy ne talán éppenséggel süket néma, az itt rögtön kozmopolita lesz. Budapest fekvésében, építészetében noha szerencsésen nélkülözi a lakhatatlan nagyvárosok monstruozitását, ott rejlik az a bizonyos ígéret, amit a minden izgalomra kész modern idegrendszer, mint valami érzékeny antenna tüstént vesz, és amelyre készségesen ráhangolódik a befogadás, illetve a birtokba vétel lehetőségének ígéretehez, amit talán a városkép nagyvonalú tágassága és egyúttal megnyugtató körülhatároltsága sugal. Gyerekkoromban különösen fogékony voltam a városen megejtő szépsége iránt. Szerettem a Budapestet átszelő hosszú villamos vonalakat, amelyek a Józsefváros hássűrűjéből a váratlanul megnyíló tágasság, a folyós, a túloldalán sejtelmesen kéklő budai domvidék felé vittek. Mára eljáratok többsége eltűnt, és csak kevés utca tartotta meg a gyerekkoromban megismert nevét. A történelem oly lehengerlő volt itt, és annyira abszolút, mondhatnám totálisnak is, hogy nem csupán a lelkekre, de az utcák nevére is igény tartott. Az Andrási útnak ennek a champs vagy a Kurfürstendam mintájára elgondolt, csak nem a Dunától induló, és a Városliget szegélyén egy nagyszabású térbe torkoló sugárútnak például öt nevét ismerem. Eredetileg csak így hívták, sugárútnak. Később az egykori miniszterelnökről Andrási útnak nevezték el. A második világháborút követően Stálin út volt, az 1956-os forradalom idején a magyar ifjúság útja lett, hogy a kádári restauráció nem sokára népköztársaság útjának keresztelje el. Központi kereszteződése geometriailag kiképzett alakja folytán az oktogon nevet nyerte, majd Mussolini tér később november 7-et lett. Nem akarnám azonban a bédekkerek lélektelen modorában folytatni, csak éppen meglep, hogy milyen sietős közönnyel szelem át mostanában az oktogont, ha véletlenül arra felé akad dolgom. A nosztalgiának, valamiféle gondolattársítástak még csak a nyoma sem moccan bennem. Természetesen őrzöm magamban egy budapesti tér, az oktogon képét, de ugyanígy őrizném azt, bárhol lennék Berlinben, Londonban vagy Szolnokon. Egykori kávéházaihoz, a Klericshez, különösen a Savoyhoz, meg az Abbáziához igencsak eleven, s nem minden fájdalom nélküli kapcsolatok fűztek. De mindezt csak az emlékezetem meséri nekem, s nem ez a valóságos oktogon, ahol körül sem nézek. Az embernek több élete van. Melyek határozott karakterekkel különülnek el egymástól, és az elmúlt idő megváltoztatja, akár el is mossa a jelent. Nem arról van szó, hogy kinőjük városunkat, vagy ellenkezőleg, hogy kikopunk belőle, inkább arról, hogy egyszerre csak. És ez leginkább talán bennünket lep meg, idegenül nézünk benne szét, mintha még sosem jártunk volna itt s másnap, amikor az idegenségnek újra ugyanezen az érzésén kapjuk magunkat rajta, csendes beletörődéssel el kell fogadnunk, hogy ezen az érzésünkön immár nem változtathatunk többé. Nemrég, hogy úgy mondjam, az emlékezés előre megfontolt szándékával, fölkerestem egy utcát a Rózsadomb Dombaján. Csak hamar rá kellett jönnöm azonban, hogy a helyszín nemhogy segítene, de inkább csak akadályoz benne, hogy előhívjam a róla való emlékeimet. Semmi, de semmi nyomát nem észleltem itt az árnyas, csöndes és csak nem előkelő budai utcácskának, ahol a háborút közvetlenül megelőző évtől vagy évektől kezdve az anyám lakott az új férjével. Valósággal el kellett kapnom a tekintetemet az aszfalt sivata szállodának csúfolt betonképződményről, amit a szocialista építészeti dű álmodott ide, hogy megpróbáljam magam elé idézni gyerekkorom rejtelmes kis palotáját, amelyet félig elfedett a kerítés és a mögötte húzódó kert dús növényzete. Az egykori török épülete volt ez nevezetes hely, ahová 1944 tavaszán az éppen hivatalban lévő magyar miniszterelnök menekült a német megszállók elől, mivel hogy akkoriban éppen titkos, ám kilátástalan, különbéke tárgyalásainak egyikébe bonyolódott az angol száz hatalmakkal amikor a háborút követő nélkülözésekkel teli nyáron ebben az utcában újra felbukkantam, a neobarok, vagy talán rokokó palota helyén csupán egy kevésbé stílusos romhalmaz állott, a kerítés eltűnt, s az elvadult parkban egy duzzadt tőgyű kecske egy septében levert facöveghez kötözve, Érdeklődő közeledésemet barátságtalanul Leszegett fejének döfködő mozdulataival viszonozva. Lám, ez a történelem, amely már oly korán megbontotta gyermeki harmóniámat a várossal. Az apám is udvarult egy hölgynek, akit utóbb feleségül is vett. Ez a történet azonban visszavezett Budáról, egyenesen be, a Pesti város rész sűrűjébe. Egy este, amikor az udvarlásból hazafelé tartottunk, s már éppen a Sándorma Gutenberg téren jártunk, apám hirtelen megtorpant és csendreintett. A körút felől zavaros üvöltözés hallatszott. Azt mondta apám, hogy ezúttal nem a szokott úton, hanem némi kerülővel kell hazamennünk. Csak nem rohanva vezetett a sötét mellékutcákon, azt sem tudta, merre járunk. Az üvöltözés lassan mögöttünk maradt. Apám elmagyarázta, hogy a közeli moziban a Júd Zűz című német filmet játszák, s hogy a moziból kitóduló tömeg ilyenkor zsidókat keres a járók között, és pogromot rendez. Márpedig ő szép, sűrű, fekete hajával, egy kisé levantei jellegű arcával, könnyen kerülhetett volna annak gyanújába, hogy tényleg az aki, zsidó. Kilenc éves lehettem akkor, és még sosem hallottam a pogrom szót. Meg is kérdeztem apámat, mi az. Nem nagyon tudta megmagyarázni. Talán nem is akarta. De a szó lényegét elárulta nekem remegő keze, a viselkedése. Megértettem. Bizonyos sajátságaim folytán, melyekről nem sokat tudtam, az emberektől félnem kell. De gyermeklelkemet az a hirtelen felismerés viselte meg igazán, hogy engem itt szemlátomást nem szeretnek. Mégis később kétszer választottam tudatosan is lakóhelyemül Budapestet. E két döntés közül az első talán mégsem volt annyira tudatos. Pontosabban a nem egészen 16 esztendős tudat, amely döntött, még nem sokat tudott a döntése jelentőségéről. Ahogyan máshol már leírtam, talán az elkóborult kutya ösztönével tértem ide-vissza. Hogy máshová is mehetnék, azt meg sem fontoltam. Holott a Buchenwaldi koncentrációs táborban, amely 1945 késő tavaszára a Displaced Persons, mondjuk a helyükről elmozdított személyek átmeneti kényszer lakhelyévé alakult át, pompás ajánlatokkal ostromoltak. Menjek Svédországba vagy Svájcba, ott felgyógyítanak, rendbehoznak, majd akár az Egyesült Államok valamelyik egyetemére is eljuthatok. Mutattak egy fényképet, tán egy amerikai labban jelent meg a háborús Budapestről. A képen azonnal felismertem a Calvin teret. Meg kell itt jegyeznem, hogy a háború előtti Calvin tér nem is hasonlította a ma ugyanezen a néven ismert helyre. A város egyik dísze volt ez a tér. Közepén egy Neptun uralta szökőkút állt, körös körül elegáns bérpaloták. Jól ismertem a teret, hiszen kedvenc villamosom a 16-os szelte át, a Kecskeméti utcából jövet, a Baros utcába tartva. A fénykép szerint most romokban hevert, leomlott házak, leszakadt villamos vezetékek, döglött lovak. Ide akarsz visszamenni? kérdezték. Igen, ide akartam visszajönni, és ezt, ha nem is minden nehézség nélkül, de meg is tettem. Hát jó nehéz történet, jó nehéz szöveg. Um... Azért te is megértél egy történelmi sorsfordulatot, tehát nyilván rendszerváltást itt Budapesten. Mindezt, ami az azzal kapcsolatos átrendeződés volt a városban, azt te hogy követted le, hol dolgoztál ekkoriban, és mik voltak a személyes élményeid? Várját, csak 89... 89-ben azt hiszem, hogy én még az orvos egyetemen dolgozom ahol egy nagy kollégiumban vagyok, a Rezsőtéri kollégiumban vagyok, a hétfői igazgatónő, és én nem is tudom akkor ott, minthogyha így nem. Szóval nem, nem, én nem tartoztam akkor semmiféle ilyen mértelmiségi körökbe Budapesten, mint ahogy később igen, és ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy én Szegeden jártam egyetemre, és akkor ott végeztem 80-ban, akkor 82-ig tanítottam csak középiskolában, és 82-től dolgoztam az orvos egyetemen 9 évig tehát akkor 90 ig Franciát tanítottál? A gimnáziumban magyar franciát, sőt még egy kicsit műsztörít is, mert a rajztanár kollégának nem volt rá kapacitása, de hát az csak egy ilyen kilengés volt. És akkor közben volt egy nyelviskolánk a barátaimmal, ahol, ahol lehetett pénzt keresni, mert ugye ezekben az állásokban pénzt keresni amúgy nem lehetett tehát én a dolognak ebből a forrongás részéből ebből az ilyen értelmiségi csoportokban valós és részéből tökéletesen kimaradtam és utána pláne kimaradtam, mert akkor visszahívtak engem Szegedre az egyetemre, ahol végeztem, és akkor ott voltam 12 évig úgy, hogy amikor itthon voltam, akkor ültem az íróasztalomnál, és nagy büdös vastag társadalomtudományi szakkönyveket fordítottam, ilyen Lévi-Strauss, meg nak vagy öt könyvét, azt a nagy háromkötetes valási ijedelmek, és ezt még történetét, meg a sámanizmust, meg ilyesmiket. Nem rossz feladat. Nem volt rossz feladat egyáltalán fő főleg az a Lévi az nagyon meg a Mósz, a másik, a már Mósznak a szociológis antropológiája, és az Oziris kiadónak dolgoztam, és nagyon-nagyon élveztem meg. Akkor aztán van egy könyvkiadó barátom, aki meg ilyen nagy zsidó -filozófia történeti dolgokat adott ki akkor, és akkor ezt is fordítottam, középkori zsidó filozófia történetét, ilyesmiket. Na szóval, hogy én tulajdonképpen egy dologra emlékszem rendkívül tisztán és élesen, hogy amikor ott álltunk a Hősök terén, és két tök idegen csávóval fogtuk egymás kezét, és, és énekeltük a himnuszt, akkor én azt éreztem, hogy, és most nagyon benne vagyok a történelemben, hogy ez most az. És hogy mekkora állati mázlim van, hogy nem lőnek. Ez is maminak volt egy ilyen mondata, bármilyen katasztrófa leszakad a plafon, vagy valami, hogy de legalább nem lőnek. De milyen Ezzel... jó ez a, elnézést, hogy a szabadba vágok, hogy, hogy az az áram, az az, 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 az is tudom, is, ilyen energiaáramlás, ami ott az emberek között volt, szóval én is benne voltam. No. Tehát egymás kezét fogtuk, csak nem is tudtuk. Csak nem tudtuk, És igen. lehet, hogy köztünk volt még pár ezer ember, de... Mindegy, igen. igen. Ott álltunk, fogtuk. Az egy nagyon-nagyon emelkedett és csodálatos pillanat volt. És akkor, amikor kikiáltották a köztársaságot, az is egy ilyen csodálatos pillanat volt a Kossuth téren. Tehát szóval, hogy igen, ezeket én megéltem, és akkor nagyon érdekes volt figyelni az akkori átrendeződést, ezeknek az új fejeknek a megjelenését. Még akkor voltak ilyen remények, hogy majd most akkor ez így lehet, hogy majd most jó lesz. És aztán igen. Ezek a, ezek a, remények azért ezek egyre, egyre sekélyebbek, vagy egyre ö, fakultabbak lettek, és hát amilyen irányba haladt ez a dolog, az pedig engem mélységesen elkeserít de azért ezeknek a nagy pillanatoknak, ezeknek nagyon örültem. Szóval, hogy ott lehettem a hősök terén, meg ott voltam a Kossuth téren, azért ezek nekem nagyon fontosak voltak, és maradnak is. Nagyon jelen idejűek ezek, az erős átélés miatt ezek az emlékek, bennem mindenképpen, és ahhoz képest meg nagyon furra, hogyha akkori fotókat, vagy akkori filmrészleteket látok, hogy milyen volt Budapest, történelmi távolságba került. Tehát a mai Budapest már annyira más, mint mondjuk 89-90 Budapestje. Csak nem, nem valahogy ez, ez a, hogy mondjam, a mentális képünkben nem, nem így él. Nem tudom, hogy te mennyire követed ezt, a, ezt az, az átalakulással kapcsolatosan. Szóval mennyire követed le, mert hogy a múltban alapvetően a múltról írsz. legtöbbször. Igen, de hát most már nekem is bele kell törődnöm, hogy, hogy történelem vagyok. <laughs> Hogy, hát igen, hogy most már lenéniznak, meg átadják a helyet, meg hogy mit tudom én, van egy ilyen beszélgetés a Facebookon, hogy valami nagyon régen történt, és akkor kiderül, hogy a nagyon régen az mondjuk 1990. És akkor ettől én elkezdek nagyon röhögni, mert hát most akkor mi van. Úgyhogy az, az az állapot, hogy megyek előre, most életkorom előre haladtával egy olyan úton, ahonnan visszanézve már az én gyerekkorom simán történelem. Tehát én 1956-ban születtem, hát bocs. Tehát, és azt is nagyon érdekes figyelni, hogy, hogy az 1848-as forradalomból a viszonylag közeli, ennyire közeli, tehát 30-40-50 év távlatából néz, nézetten közeli, akkori Magyarország mit hozott ki. Hát, hogy ott is óriási változás volt. Hát ott is óriási változás volt, de hogy a, hogy a szabadsághősök és a szabadságeszmény és, a szabadság eszmény és a, ennek a tisztelete és a, a résztvevők emlékének az ápolása és a nem tudom én, tehát, hogy, hogy abból valahogy ott a, én, vannak ilyen szavak, hogy emlékezett politika. Ilyen. Ilyen. de hogy az, hogy az, az emlékezett politika, amelyik 1848-49 hőseiből tényleg hős tudott csinálni, és utcaneveket, neveket, és szobrokat, és emlékezést, és koszorúzást, és a mai napig ható tiszteletteljes főhajtó emlékezést, tehát hiába próbált ezzel mindent csinálni az 50-es évek, hiába próbálta ellaposítani, és egészen másféle ünnepekkel összemosni. A, az én gyerekkorom politikája, ugye, mikor ilyen hülyeségek voltak, hogy a három tavasz, és akkor a 48-as forradalom, a ja, tanácsköztársaság, meg április 4, ez volt a három tavasz, és ezt Igen. egy maszatba kellett nekünk ünnepelni. Tehát ezek és március datzára... 24-én is kellett hordani a kokárdát. Bozosztó volt, persze nem hordtuk. Á, hát arra nem emlékszem, Lánk a hogy... ez volt. lehet. Na mindegy, szóval, hogy lényeg az, hogy egy ilyen maszat volt az egész. Tehát, hogy, hogy az az emlékezett politika, az nem tudott működni, mert a 48-49-es forradalom és szabadságkorc azért az mégiscsak úgy él a magyarok agyában, ahogy. Most ehhez képest megnézzük 56-ot, amit részben ugyanúgy lengetünk, hogy merhogy hogy akkor, hogy a magyarok, hogy egyedül, és hogy a, a, a kirakott pénzes dobozok, és a tisztessége, és a, a... Szóval egy csomó minden ilyen tényleg nagyon pozitív dolog van, amit lehet lobogtatni, de hogy hogy, hogy már tulajdonképpen mi, mi van 56-tal, mi maradt ebből. Hát ennyi idő alatt már régen az utolsó halottig föl kellett volna dolgozni minden részletét. És persze az 56-os intézet azért ezt csinálja, meg a rajnerőntség dolgoznak ezzel, de hogy az emberek agyában, az emberek fejéből mennyire sikerült kitakarítani 56-nak az én szerintem való leglényegét. És akkor most jön egy ilyen hatalmi gesztus, hogy a Magyar Rádió épületét fogják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oltárán feláldozni. És akkor ettől én nagyon mérges vagyok, mert, mert egyrészt ugye ez a hatalmi gőg, meg ez a birodalmi mohóság meg minden, ami itt egybejátszik, de hogy egy ilyen történelmi emlékhelyet, hát ha semmi másért, de ezért, hát, pont hogy ezért azt a stúdiót, ahonnan annak idején bemondták, hát passzus üveg alatt kéne azt persze. őrizgetni, hát nem lehet, hát és akkor kéne megmutatni, hogy ez ez volt. Vagy ezt az Isten verte bunkert is, ami ennek része ennek az egész történetnek. Hát mekkora turista látványosság lehetne, ha lenne egy csöppeszük. De most akkor nem ez van, hanem hát, helyette. A turista látványosság még egyszer az, hogy a nemzet tudatba az 56 az ne elmúljó, meg, le, meg jelentéktelen legyen. ugye, rendszeres az, hogy már nem ünneplik meg állami jelentős ünnep nincs jaj, 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 persze. Uh, ezért vagyok most kicsit felületesen mondva royalista, mert Ferencióskának el kellett jutni odáig, hogy ő, őnek integrálnia kellett egy, egy rendszeren belül azt a forradalmat, amit úgy egyébként levert. Le. És, a saját, és az, az ő ellenségét hősökké kellett tudja tenni, és valahogy ez a fajta integráló dolog az, ami nemzetet csinál a nemzetből. Azt, hogyha folyton van egy aktuális politizálás, ami mindig egy vagy két oldalra szakítja a dolgokat, vagy abban gondolkozik, szóval akkor abból nem lesz semmi. vagy, vagy Úgy érzem, hogy arra nem lehet építkezni. Hát de jó látszik, hogy most itt a célhez. Én... Tehát... Szóval, hogyha ezt kérdezed, hogy ezek a Budapestnek ezek az átalakításai és átváltozásai és átváltoztatásai, hát például az egyik ilyen átváltoztatás, ami, ami engem a, tényleg a zsigerig hatóan felháborít, vagy nem tudom, hogy, hogy a Kossuth teret szándékkal tették gyakorlatilag lehetetlenné alkalmatlanná arra, hogy ott a továbbiakban nagy tüntetések legyenek, mert ugye beépítették ott azt a csapdát. Igen. És akkor most nem kell lőni a tetőről, mert a megszorított tömeg bele fog potyogni a bazárokba ha úgy van. És ez borzalmas, tehát szóval, hogy így ezek a, ezek a gesztusok, ezek így, így rögtön nem is éri föl észre, szerintem az emberek egy nagy része, hogy, hogy mi történik, amikor így a tereinknek ez a szimbolikus átalakítása, és a legborzasztóbb a műfajból a vár. Tehát engem az tép meg a legjobban, hát várj, benszülöttként nyilván neked is megvan erről a. Én nem boldog vagyok, hogy nem kell napról napra néznem. Hát igen. meg eljöhet. Én sem nézem napról napra, de hát szóval engem mélységesen el, elkeserít ez a dolog a Városliget ugyanígy, bár az nekem nem olyan közeli hazám, mint a vár, meg nem úgy szimbolikus, hanem másképpen. De hát ezek, és, és akkor, hogy ezeket ünnepeltetik. Szóval tiszta Orvána. Igen, de mindez lesz. Tehát mindez megtörténik. És hogy az a gyerek, aki ma születik, az már ebbe a valóságba, ennek a valóságába születik bele. Ő 30-40 évesen, vagy pláne 70 évesen, majd nosztalgikusan fog visszagondolni gyermekkorának a helyszíneire, építészeti térélményeire, etc. És ilyen módon abban a valóságban már ezek a tényezők épülnek bele mit lehet tenni ma szellemi értelemben, hogy, hogy ez a fajta, hogy azok az értékek, amelyeket mondjuk te, te, képviselsz, azok azért megőrződjenek, és további vinni lehessen őket. Hát nézd, mit lehet tenni. Hát ugye nekem egyetlen eszközöm van, és az a szó. Vannak más műfajok és más eszköztárak is. Én csak beszélni tudok, megszólalni tudok. De még hogy? de nem azzal a hatékonysággal, és nem azzal a nyomatékkal, amivel mondjuk a Rádai Mihály tette, vagy nem azzal a csodálatos szakmai vértezettel, amivel mondjuk a Percel Anna tette. Szóval én sok szempontból nagyon is alatta maradok annak, amit ők annak idején teljesítettek. De hát nem hagyom abba, vagy hát így azt gondolom, hogy mondani kell. nem nem igaztalásiból hogy... mondom, mert én ezt nem érzékelem, azt hiszem, hogy itt különböző habitusok vannak, és és, és ugyanúgy megvannak a terajongó is. Hát az is van. lehet, persze. Hát jó, én annak mindenképpen nagyon örülök, aminek nem lehet örülni az az, hogy hogy a mai hatalomnak az ingerküszöbét egyáltalán nem verik át. Ezek a bármennyire is derék felkészült, és, 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 és elszánt ért megszólalások, mert nem. Úgyhogy, hogy ez majd hova fog vezetni, és, és mi lesz a vége, és, és mi azt megérjük el, és hogy akkor is elmondhatjuk-e majd, hogy de legalább nem lőnek. Ezt most egyelőre nem lehet prognosztizálni, ezt én nem tudom megmondani, de de hát az, hogy a hatalom tökéletesen süket mind arra, ami, ami az ő érdekköreink kívül történik, az tényvalóság. Ez nem jelenti azt, hogy nem hallja, mert nagyon is hallja, Ja, tehát állandóan szondázzák, monitorozzák, mérik a mindenkori megszólalásokat, és akkor ami nem befolyásolja semmilyen módon az ő terveiket az teljesen figyelmen kívül hagyják, ami egy kicsit befolyásolja valamilyen módon, ott esetleg korrigálnak, vagy húznak, vagy eresztenek a gyeplőn, de hát tiszta hatalomtechnika az, ami most folyik itt. Nincs kormányzás, itt a hatalomtechnikai manőverek folynak. Nagyon pontosan tudják nyilvánvalóan, hogy mi történik a társadalomban, és, és a legnagyobb cinizmussal, cinizmussal és arroganciával hagyják figyelmen kívül mindazt, amit egyébként hozzáértő, értelmes, jobbító, szándékú, még esetleg korábban velük szimpatizáló emberek is figyelmeztetésképpen elmondanak. Igen, ez eléggé, eléggé jellemző. Ellenben szerintem, ami vigasztaló lehet, hogy azért a digitális archívumok és ö, ö, ténytárak azok fennmaradnak, tehát például, ha mondjuk kutatsz az Árkánumon nyilván nap, napi szinten, ö, mondjuk 1880-as évekbeli történet körül az akkori rettenetes politikai viharok, vagy verekedések, vagy egyebek, vagy, vagy, vagy ezek a fajta cinikus, arrogáns hatalomtechnikák úgy lepuhulnak, jelentőségüket veszik. A tény mégiscsak az, hogy valaki valamit megcsinált. Ö, akár a hatalom oldaláról is, mívesen mondjuk, de, 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 tőlük teljesen függetlenül. Tehát, hogy abban bízom legalábbis, hogy, hogy, hogy ez később is így lesz, ha majd egyszer erre a jelen korszakunkra visszatekint valaki. Hát ja, hát ezzel ez szokott biztatni engem, vagy vagy nyugalomra inteni egy nagyon kedves, kiváló, tehetségű, nagyszerű építész barátom is, aki mindig mondja, hogy őt aztán egyáltalán nem érdekli a semmiféle politikai izé, az nem érdekli, mert ő megcsinálja, és az szép, és akkor az majd 150 vagy 200 év múlva is szép lesz, és az a lényeg, hogy az szép legyen, és akkor én meg azt gondolom, hogy igen, de ez ezek a visszaépítések, amik most történnek, ezek, ezek az én szememben föltétlenül kártékony és hazug replikák, amik semmi másról nem szólnak, csak a, ma hatalomnak az önfitoktató hát, szemléletéről, és, és, amik egy olyan világot akarnak visszahozni, vissza is hozzák, ami, aminél már léteznek nagyon sokkal jobb világok. Tehát én ezzel nem azt akarom mondani, hogy a, hogy a Hortikorsz Magyarországának ne lettek volna kiváló érdemei, és hogy ott ne történtek volna nagyon derék dolgok, de hogy a vége mi lett ennek a korszaknak, az pontosan tudjuk, és azt is tudjuk, hogy, hogy, hogy például egy szociálisan nagyon kevésbé érzékeny kormányjal kell számolnunk azokban az időkben, miközben az iskola rendszert, azt a Klebelsberg jó voltából ugye csodálatosan fejlesztik, szóval egy nagyon érdekes összetett valami, de annál vannak szerintem sokkal jobb példák. Nem az a jó példa az én szememben, amelyiknek a vége egy durva antiszemitizmus zsidó törvények második világháború most egy olyan korszaknak állít emléket ugye a mostani kormány ennek a korszaknak aminek az antiszemitizmus, és aminek a kirekesztés, és aminek az urambátyám, és aminek a korrupció. És tehát a... ugye ez, ezt most megcsinálják még egyszer. De ez már egyszer nem vált be. 44. március 18-a, ugye? Az a, hát igen, a, tehát a, hát, az, ugye, tudjuk, hogy hogy tudjuk, hogy ez, ez mibe torkolt, Na. és hogy emiatt ezt nem Na. kéne, és közben pedig körülöttünk. Nagyon sok jó példa van arra, hogy hogy lehet ezt másképp, és a másképp csinálók pedig azt látjuk, hogy mérföldes csizmába hagynak el bennünket, és, és még Románia is, amelyik pedig tényleg egy közismerten korrupt és rettenetesen szegény, és rettenetesen rossz kedvű és boldog és borzasztó ország volt. Ők most megnézték, hogy ja, hogy az EU ezt kéri és ezt adja. Hát akkor mi azt megcsináljuk, ezt meg megépítjük. És akkor nincs kipofázás a sorból, és én most nagyon szívesen járok. Amúgy is jártam hosszú évek óta, állandóan járkálok Erdélyben, mert egyszerűen jobban érzem magam csikszeredába az emberek között, mondjuk a boltba. Tehát, hogy ahogy az utca embere egyszerűen, olyan, mint amilyenek mi voltunk, mondjuk 90-91-be. Hogy, hogy tele vannak bizakodással, tele vannak derűvel, mosolyal, és biztos, hogy ott is van gennyes korrupció meg, amit akarunk, minden nyilván van, de ettől még az ország látványosan fejlődik, és az emberek nagyon könnyen belátják, hogyha ezért a mutatványért a, ez a kocka cukor a jutalom, akkor érdemes azt a mutatványt zókszó nélkül besimulva végrehajtani. És még egy csomó ilyen jelenséget lehetne a szomszédos országokból is mutatni, hogy, hogy Besimulunk, megcsináljuk az EU ezt így, akkor, akkor jó, akkor úgy fogjuk csinálni, és akkor nézd meg Szlovéniát. Igen, az is hasonló. Ha, hogy de persze. Hát szóval, hogy ezek nem lehetetlenségek, Igen. bocs, de hát, hogy itt nem erről van szó, hanem itt ilyen személyes hatalmakról és felmérhetetlen személyes vagyonok felhalmozásáról és a húr végsőkig feszítéséről. Hát, ezt ez érdeklődve várom, hogy majd ez egyszer hol, hol pattan. Meg kell majd írni ezt is, ezt, ezt a, hogy mondjam, kortörténetet, és Budapest történetet, és ennek a konak a gasztró történetét is. Hát ezt majd írják meg a fiatalabbak. <laughs> meg fogják írni kell egy távlat. Kell, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, illetve itt voltál, és nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Búcsúzó, meg fogjuk hallgatni Lázár Ervin Ló a házban című szövegét Gazsó György előadásában. Lázár Ervin Ló a házban. Több tanú is akadt. Egy kékszilva árus, egy háztömferügyelő, egy préda felvásárló, egy pince ászokoló, és egy rakodó munkás. Mind látták a lovat. A régi szeméttelep felől jött Szügyik Gazban. Ők ketten, a férfi mint egy fenyő, mellette a kiskölyök mint egy jancsiszög, az Óhegy utca betonján álltak és rikoltani kezdtek örömükben. A ló erre ügetésre váltott. A pince azt mondja, ő is rikoltozott örömében, már mint a ló. Az úttesten összeölelkeztek a fenyőférfi, a jancsiszöggyerek és a ló. A kék szilva árus szerint a ló is megölelte a férfit meg a gyereket. A fő hivatali nyomozó biztost ez nem érdekelte. Mellék körülmény, mondta. A ló színe se érdekelte már csak azért se, mert valamennyi tanú mást állított. A kékszilva árus azt mondta Almásderes, a háztöm felügyelő, hogy pej, a préda felvásárló szerint sárga, a pinceászokoló feketének látta. A rakodó munkás esködött rá, hogy kék. Kék ló nincs, mondta a fő nyomozó biztos. Az már azonban bizonyos, hogy ezek, fenyőapa, a jancsiszög gyerek és a ló barátságosan elindultak hazafelé. Ezt egyöntetően állítják a tanúk. A lovon nem volt kötőfék, és a gyerek meg a férfi között ballagott. Beszélgettek. Legalábbis a rakodó munkás azt állítja. Odaértek a bérház elé, felvonultak a lépcsőn. Elől a gyerek, utána a ló, aztán a férfi. Végig dübörögtek a második emeleti függő folyosón, és bemasíroztak a lakásba és zörömbölnek, kurjongatnak, nyerítenek és dübörögnek, mondta szigorúan a főhivatali nyomozóbiztos. A tanúk bólintottak. A nyomozóbiztos déltájban csengetett a lakás ajtaján. Maguk lovat tartanak a házban. A Jancsi szöggyerek comtőig ért az apjának, és a fenyőférfi egymásra néztek. Szemüket jóféle ráncok futották körül. A kiskajek arcára két lyuk mélyült. Itt, ló! színészkedtek kórusban, és majd kicsattantak a boldogságtól. A főhivatali nyomozóbiztos szép kerek mozdulattal félretolta őket, és az előszobába lépett. beleszimatolta a levegőbe. Lószag, mondta diadalmasan. Hol tartják? Tényleg, jó lószag volt az előszobában. A fenyő a tiltakozott. De hát tilos, hogy képzeli a nyomozó biztos úr, hogy lovat tartunk egy bérház második emeletén? Egy almásderes kiáltott a nyomozó biztos. Á, mondták emezek. A fenyőférfi a biztos feje fölött ázott, a jancsiszög gyerek a térde körül. Pej, ó, így a kórus. Sárga, á, fekete, ó, a hang lentről és fentről. A biztos szeme összeszűkült, összehúzta magát a lószakban. Kék? kérdezte ilyetten. Szemük körül megint jóféle ráncok. Kék? Nincs is kék ló, mondta a fenyő. Kék lő, kék ló, mondta a gyerek. Repültek. A biztos feje fölött ezer fény évnyire az meg végig vágtázott a lakáson, a konyhán, a kamrán, a kis szobán, a fürdőszobán, a nagy szobán. Nem talált lovat. Lószag van, üvöltött, és újra kezdte a vágtát. A konyhában egy kék sörény húzódott a falba. Mire oda kapott, már nem volt ott semmi. A szobában egy kék lószem ragyogott fel, a kamrában egy kék pata, a fürdőszobában egy kék csánk, az előszobában egy kék tompor. Feltündökölt és eltűnt, mintha kék nyerítést is hallott volna. Nem találta a lovat. Hiába keresi, láthatja, gyufás dobozba nem dughattuk, mondta a fenyőapa. Pedig a sótartóban is ott van, ivrászott a Jancsi szökgyerek. A főbiztos újra rohangászni kezdett. Egyszerre akart minden helyiségbe benyitni. Nem talált semmit. Hivatalosan megállapítom, mondta Mordan, hogy nincs lóházban. Futott le a lépcsőn. Az utcán is futott, nem mert hátra nézni. Tudta, hogy egy második emeleti ablakban három fejet látna egy Jancsi gyerek fejét, egy fenyő férfi fejét, és egy kék ló fejét. Te úristen, ló a házban? Ez volt a Budapest Teli van Faluval podcast, Sari Noémi volt ma a vendégem. Ez és valamennyi beszélgetésünk meghallgatható Karadnóti Színház Spotify gyűjteményében, valamint webfolyóiratom a Vulkán oldalán www.vulkanfolyóirat.hu. Köszönöm, hogy velünk tartottak legközelebb sorozatunk hetedik beszélgetőtársa Nyári Luca leszakít, mint nemzedékének hangját kérdezem arról a városról, amelyben mindannyian élünk, csak nagyon másként. Tartsanak legközelebb is velünk, és addig is használják úgy, járjanak, kelljenek városunkban azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják Budapest teliban faluval.